Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, délutánon. Nemrég keltünk fel, képzeld el, egész pontosan 9 óra 20, 19 perc van. És pakolunk, ahogy látjátok. A bőrön már majdnem össze van pakolva, az is össze van pakolva, a feleségem ott még mindig pakol. A Davis itt ugrál, közben adtam reggelit a Davisnek, a Lucasnek ugye már nem kellett, mert megreggelizett egyedül. És pakolásznak összepakoltam a számítógépet, már még a Lucasért nem, a zsinorokat, a játékokat, a feleség megpakolja a ruhákat, és költözünk, nem másval költözünk, mint az új hotelunkba. Az új hotelünk ugye fönt van az északi részen, ott Burbank részén, ahol vannak a filmstúdiók, ugyanis oda fogunk ma beköltözni, ugye arra részre, ott fogunk eltölteni a következendő 5 napot, ott fogjuk eltölteni. Ma összepakolunk, és majd csak délután lehet bejelentkezni abba a hotelba, egész pontosan a 3 óra környékén. Úgyhogy lesz egy kis időnk, elmegyünk ide a közeli bevásárlóba, addig körbesétálunk, megnézzük a játékokat, meg ugye a hasonló dolgokat. Aztán a mai napot ugye, ha néztétek a tegnap videót, mondtam, hogy nem más fogjuk eltölteni, nem máshol fogjuk eltölteni, legalábbis az ebédet, vagy a késői ebédet, vagy korai vacsorát, mint a Burger Kingben, ott Burbank részén, ugyanis ott vették fel a visszajövőnek az egyik részét, a visszajövőbe, az én ez egyik kedvenc filmem, ugye ahogy mondtam, azon a részre, ahol Marty ráugrott a gördeszkára, és kiment ugye a főutcára, és na minden, azt a részt ott vették fel, ott a Burbank előtt, és ott fogjuk eltölteni a vacsoránkat, vagy az ebédünket, ugyanis ma nem más van, mint a születésnapom. Egész fontosan, hány éves lettem ma? 37 éves? Jaj! Úgyhogy ott fogjuk megünnepelni ugye a születésnapomat. Úgyhogy ahogy mondtam, nem olyan régen keltünk fel, egy kicsit ma bealudtunk, vagy elaludtunk, nem bealudtunk, elaludtunk. Nem aludtunk el, ugye, és nem akartunk korán kelni, mert most semmi érdekes dolgot nem csinálunk. Most csinálunk érdekes dolgot, mert születésnapom van. Csak nem csinálunk semmilyen Disneylandet, hogy egész nap ugye megyünk össze-vissza, hanem olyan kényelmesen sétálunk mindenfelé, sok dolgot megnézünk, meg bejelentkezünk az új szállodába, azon a környéken fogunk ugye körbenézni a mai napon. Az időjárás még mindig ilyen felhős, ma egy kicsit később kezdnek elmenni ezek a felhők, ahogy elnézem. Mi helyzet, Kuki Muki? Ha? Te is akarod látni, van ott kint? Na, gyere! De nehéz valaki! Na, nézd, mi van ott kint, látod? Ott mennek autók. Ott a autópálya. Amúgy ezek az ablakok rettentő jók, mert ilyen dupla ablakok. Nálunk ilyen Ausztráliában nincs ilyen dupla ablak, hanem csak ezek a szimpla ablakok vannak. És ezzel az ablakon alig jön be hang. Tehát alig hallom ezeket az autókat, hogy így bum-bum-bum mennek. Nálunk ezt úgy hallanád, hogy nem bírnál aludni, de még tévét nézni se. Úgyhogy ezt az ablakot haza kellene vinni, nem hallanám se a szomszédokat, meg semmit se. Ja, na, úgyhogy pakoljunk, és induljunk, még nem az új szállodába. Amúgy innét körülbelül egy olyan 45 percre lesz, egy órára, attól függ ugye, hogy milyen a forgalom. Na, szedjük magunkat, aztán guruljanak azok a bőröndök az autóba. Legózunk. Melyik legó kell? Ez, másik, tele a zsebem legóval, képzeld el. Amíg jelentkeztünk a szállodából, jelenleg itt van egy ilyen bevásárlóba, egy ilyen nyitott bevásárló, hasonló, mint a miénk. És tessék, itt van. Épp hogy csak ilyen reggeli előtt, vagy ebéd előtti reggeli volt, vagy nem tudom minek, ilyen 10 órai. És erre egész pontosan 11 óra 28 van, ahogy látjátok. Csak Davis ugye nem sokat evett meg én se. Nem más tettünk, mint ilyen croissant, egy nagyon picit, csak próbálom ezt a fejet rárakni erre a legóra. Egy kézzel nehéz. Miközben bement ide hátra, valamit néz, aztán megyünk, ugye? Megyünk tovább, vissza az autóhoz. Rá tudod rakni, vagy segítsek? Sétálunk vissza az autóhoz. Nézzük, van egy ilyen focis étterem. Ja, és nem foci, ilyen sportos. Aztán itt van egy másik baloldalt is. Az autó pedig nem olyan messze van, kb. Egy ilyen 5 perc gyaloglásra. Van több ilyen kisebb, nagyobb bolt, hasonló, mint mi nálunk. Egy-kettő hasonló, de még sok különböző. De kinézete az kb. Olyan, mint a miénk. Majd mint a boltnak, vagy a kinézete. Úgy sok ilyen, látod, ilyen baloldalt, ami van. Ilyen, ahol lehet venni italt. Yes.
Hogy sok ilyen hely van, látod, például egy szemben lehet venni italt, meg lehet venni pattogatott kukoricát. Mit mondasz, Nyuszi? Hát, hogy itt lehet venni pattogatott kukoricát, mi valók. Olyan nálunk mondjuk nincs, hogy pattogatott kukoricát lehet venni a bevásárlóba, mi Lukasz? Ilyen nálunk nincs, hogy pattogatottat lehet venni a bevásárlóba. Sok helyen van, meg ilyen gyümölcsöt lehet venni, sok helyen ilyen előre csomagolhat. Friss, de ugye előre bele van valami betéve. Aztán még mit lehet venni? Nagyon sok helyen ilyen fagyis dolog van. Automata fagyi. Akkor például itt lehet venni, megint vizet lehet venni, chipset, cukrot, kártyát, sok érdekes dolgot. Na úgy hasonló, mint a miénk, nem? Mondjuk a Harvard elbevásárlom. Aztán mi van még? Várjál, elhagytuk a Davis meg a mamit. Például megtisztítják a cipődet, meg mehetsz cipőtisztítót. Nem tudod, meg kell tisztítani a cipődet? Hm, Lukasz? Meg kell tisztítani a cipődet? Nem? Na menjünk. Itt egy bowlingos. Lehet ott szembe bowlingozni. Nem megyünk belünk ezekbe az autóba, mint a Davis beül az autóba. Ami furcsa, hogyha van ilyen autó, például ilyen gyerekeknek, amire rá lehet ülni, az összes egy helyen van. Tehát nálunk szétszórtan van itt egy, ott egy, mindenhol egy össze-vissza bevásárlóba, itt meg egy helyre rakták az összeset. Tehát, hogyha van itt egy sarok és van, akkor itt legalább van egy 5 darab biztos. De nem fogsz látni mondjuk a másik sarokig, ami ugye ott van a túloldott a bevásárlóba. Tehát nem szórják így szét össze-vissza. Na, rakjad bele. $1 megy amúgy itt a masina. 25 centesekkel. És? És nem megyünk. Miért nem megyünk? Napú darabák van innen. Most megy. Az előbb, amikor kiszálltunk az autóból, és majd sütánk vissza az autóhoz, azt mondta Davis, hogy ebbe a játékautóba szeretne beülni, ami itt áll ezbe a sárgába. Ha? Mondtam neki, ez nem játékautó, igaz, hogy picike, de ez egy Mazda MX-5-ös régebbi változat. Azt mondta, nem, ez egy játékautó. Let's go around. Ja, többi autóhoz képest, hogy játékautónak nézz ki bele a nagy Ford mellett, vagy a nagy Honda mellett itt. Elindultunk, összeszedtük magunkat, benn van minden az autóban, nagyon remélem. Mutatom, merre megyünk. Itt vagyunk kint az autópályán. Körülbelül egy óra, mire odaérünk, ugye az északi részére megyünk fel, egy Disneylandtől fel a Burbankbe, ahol vannak ugye a filmstúdiók, Warner Brothers, Universal Studios. Ott lesz a szállodánk, ahol majd csak 3 órakor lehet bemenni, úgyhogy addig valószínűleg elmegyünk, körbenézzünk azon a részen. És ez az a szálloda, ahol voltunk ugye az öcsémmel, hogy valaki nézte a azokat a videókat, amikor az öcsém, hogy eljöttünk. Hány éve? Még ez hány éve volt? 2015-ben. Ott szálltunk meg. Mit mondasz? Nem megyünk haza. Megyünk... New Hotel. We're going to the New Hotel. Menjünk az új szállodába, nem haza megyünk. Azt kérdezik, hogy haza megyünk. Mondtam, még nem. Hogyan mennék haza? Na, úgyhogy... Remélem, hogy oda találunk. Át kell menni egy pár autópályán, egy pár úton, mindenfelé. Kicsit bonyodalmas lesz, de reméljük, hogy nem fogunk eltévedni. Ha mégis, akkor van időnk, úgyhogy nem gond. Addig is valami újat látunk. Még mindig tartunk az új hotel felé, Burbank felé. A forgalom rettentő nagy. Még mindig tudunk az autópályán, hogy melyiken most már nem tudom, ugyanis már átmentünk egy páron. De... Egy rendelt autós rendőrautó. De most nem sokára ott leszünk, legalábbis nagyon remélem. GPS azt mondja, hogy még egy ilyen 13 perc és ott kell, hogy legyünk. Úgy ott van az autótól, most nem látni, de ott van downtown a láj. Ott vannak azok a nagy házak. Oda nem megyünk. Most semmit nem akartunk megnézni. Vezetünk nem sokára, ott vagyunk még egy pár, 5 perc körülbelül, csak a hegyeket nézd, nem lehet látni. Az, a smog miatt, nem a sok autó miatt. Nem tudom, mennyit lehet látni a kamerán, mennyit nem, de ott a háttérben ott vannak hegyek. Vagy füst az, vagy... De nem hiszem, hogy füst, nem úgy lesz.
Ott van a szállodák a háttérben, az utolsó épület. Itt lemegyünk, és nem sokára ott vagyunk. Még mindig kora van, még csak 1 óra 21 perc van. 3 órakor lehet ugye bejelentkezni, úgyhogy elvezetünk arra felé, és meglátjuk, hogy onnét hova megyünk. Ja, megtaláltuk a szállodát, itt van a szemünk előtt. Ja, itt lesz az új hotel. Csak most nem megyünk még be, mert kora van. Elmegyünk, addig valóban itten körbenézünk, jó? Ott kell majd bemenjünk. Itt elmegyünk balra. És ott vannak a Burbanki hegyek velünk szembe. Itt meg egy ilyen bevásárló ennek a végén, ahova majd bemegyünk. De most azt mondja, elmegyünk a Best Buy-ba, ugyanis Lukaszhoz akart menni valami DVD-t nézni. Szóval elmegyünk nézni játékokat. Aztán meglátjuk. Sok mindent nem tudunk ilyet csinálni, tele van az autó csomaggal. De csak nem lopják el az autóval. Ez a hely azért biztonságos. Befordultunk balra, itt vannak ilyen kávézók, éttermek, kisebb boltok, és az utca végén ott lesz ilyen nagyobb bevásárló, amiről itt ez biztos, hogy nem emlékszik. Emlékszel, hogy ide szoktunk jönni egy párszor annak idején? Egyszer. Egyszer, egyszer a fenét egyszer, egy jó párszor. Na most miért nem megy ez az autó? Nem tudja, kinek van elsőbsége? Nézd, csak állunk a zöld lámpára, azért el akar fordulni. Úgyhogy akkor mi kikerüljük, és átmegyünk előtte. Ott van az a bevásárló ott szembe. Ahova most nem megyünk be. Ja, megyek, látom, hogy zöld a lámpát, megyek, de hát... Hallom, hát meg látom, nyuszi, azt mondja, hogy zöld a lámpa, menjek. Nem lehet menni, hogyha egyszer jönnek, meg mennek az emberek, meg sétálnak. Hát hogyan? Játék a túloldalra ott az autópályának, és ott lesz a Best Buy, egy pár ilyen kisebb, nagyobb bolt, a Lucas körbe tud nézni, ott lesz a Burger King is, ahol felvették ugye a visszajövőbét. Yeah, we're going that way. De majd később valószínűleg Watch Rise menjünk oda, most nem vagyunk éhesek. Itt a Burger King, itt vették fel a visszajövőbe ennek azt a részét, itt mutatom, ezen az utcán fordul ki, itt a Burger King, Marty McFly, és ott egy Toys R Us. Jó régen volt. Na minden, mi megyünk tovább, vagy visszajövünk, aztán lefilmezzük közelebbről is. Nem zárt be a Toys R Us. Várunk és fordulunk, látod, itt be lehet jönni közép, ha fordulni akarsz, különben ebben a sávban nem lehet menni, csak akkor, hogyha akarsz fordulni jobbra vagy balra. Ilyen érdekes. Ebben a sávban nem lehet sokat menni, csak egy darabot. Na mindegy. Ja, megnézzük a játékokat. Közben megérkeztünk, van itt Walmart, van itt Best Buy, van itt játék, Target, minden van itt, úgyhogy mindenki most boldog lesz, senki nem fog unatkozni. Jaj, te, végre ideértünk, hosszú volt az út. Nem azért, mert sokat kellett ülni, vezetni, de mikor hátul ül a Davis meg a Lucas együtt, és egyik se alszik. Na mindegy, legalább megérkeztünk. Ja, tudom, ott a Target, hol? Én nem látom, de biztos, hogy itt van. Ott van. Ott van, gyönyörű. Régen nem volt itt amúgy Walmart. Ez a Walmart, ez itt új. Hát 4 év. Hát 4 év. De 3 évesen, amikor jöttünk az Ankóra, akkor se volt itt Walmart. Itt egy parkoló volt a Walmart helyett. Na mindegy. Úgyhogy most beugrunk a Walmartba, aztán majd folytatjuk tovább. Reméljük, hogy legközelebb már a szállodánál leszünk. Most ez merre megy ez az ember? Nem erre. És átérkeztünk ide, nem máshova, mint a Burger Kingbe, ahol felvették a vissza a jövőnek ugye azt a részét. Ide kell menni, Mária. Ide beállok hátra. Itt van az a Burger King bal oldalt. Ez az a Burger King. Haha. És nem tudom, hogy ki emlékszik még rá, ki nem. Ebből a parklóból ment ki. A Marty McFly, itt volt a Dokinak a garázsa. Itt találnak az autók, ahol be fogunk parkolni. Ide ez mellé talán. Amint ezek az emberek elmentek. És itt gurult ki a Marty McFly az utcára a gördeszkájával. Na, na gyere nyuszhoz. Hoppá! Mondod a legódat? Oké. Okay. Right. Na itt volt a garázsa a Dokinak. És arra az utcára, láthat, ide gurult ki a fő utcára a Marty McFly gördeszkájával. A Burger King pedig itt van bal oldalt, ami most már kicsit másképp néz ugye ki.
én annak idején, de ez az az utca, látod? Miközben itt megyünk be. Újra vissza. Megérkeztünk az új hotelunkhoz, ami ide be kell, hogy forduljunk. Mindenki most akar becsekkolni, ahogy látjuk, úgyhogy mi vegyünk egy kört. Itt lesz a parkoló, itt a hotel, itt kell bemenni jobb oldalt. A parkoló meg ott van majd bal oldalt, úgyhogy mi most oda beállunk. Na, hova állunk? Eljöttünk a parkolóba, ide valahol megállunk bal oldalt, aztán behúzzuk a csomagunkat és becsekkolunk, bejelentkezünk, ugye? Aztán később nem tudom, hogy megyünk gondolom valahova, de sötét van itt. Megállítottuk az autót, besétálunk, a táskákat ott hagytuk, csak hát táskákat hozzuk, a bőröndöket ott hagytuk. Először becsekkolunk, bejelentkezünk, felmegyünk a szobába, megnézzük, azt majd visszajövünk érte, hogy ne kelljen ugye annyit húzogatni, mert kicsit nehéz. Lehet, hogy majd én visszajövök a Lukasztól, aztán felhúzzuk együtt. Itt van egy torony, meg még egy torony, ott kell bemenni a másikba. Mindenki most akar bejönni, valószínűleg ugye most lehet 3 óra után bejelentkezni. Úgyhogy lehet, hogy még sorba is kell majd állnunk. Egy kicsikét. Hoppá! Na nézzük. Yes. Hol de hem? Hi, we like to check in. Yes, what's your last name? Molnar, M-O-L-N-A-R. For the other reservation, I don't find your... Do you have the confirmation number? Yeah. Hold mommy's hand. Okay. You're going to write your initials here for the room type. Is it 2 queen bed, non-smoking room? Yeah. Here for the number of nights, it's 5, initials there, if that's correct. Yeah. Here for the credit card that we're using, it's a hold of $100, like yeah. A deposit. There is no smoking, no pets, and liability of the hotel. So yeah. Initials on all 3, please. And your signature right there. The room's on the 8th floor in this tower. Tower 1, Wi-Fi code. Yeah. You insert your keys in the parking structure where it says overnight guest, and that opens the gate for you from now on. Oh, okay. Okay, and these are your breakfast vouchers here in the back. Okay, and when I get out, just go drive out? Or? Yes, same procedure. Just insert your key and that opens the gate. So all anytime that you need to move your car, just use the room keys. Yeah. Thank you very much. All right, thanks. Very safe. Bye. 8th floor. Yeah. Yes. It goes up, push it again. We can use that one. Let's go.
819, the hotel room. 819. Elfoglaltuk a hotel szobánkat, úgyhogy most megmutatom, hogy hogy néz ki, és úgy néz ki, mint a másik, ahol voltunk, nem jövünk be a turizmus miközben most a WC-re. Ugyanúgy néz ki, mint a másik, egy nagyon picit másabb. Itt van a bejárati ajtó itt mögöttem. Itt van egy ilyen vasaló. Lukasz közben pont leúszta a WC-t. Ide le lehet ülni. Itt a Lukasz, ott a WC, a fürdőszoba. Mégis a fürdő az ugyanúgy néz ki. Csak egy kicsit, mint egy kisebb lenne, nem? Vagy másabb az elrendezése. Tehát van benne zuhanyzó, van benne egy fürdőkád, a WC, egy mosó, kézmosó ott. Meg le van tapétázva. Ez pedig a szoba, ugyanígy van egy tükör, mint a másiknál, ahogy bejöttünk ugye. És egy ágy, meg még egy ágy. Egy hasonló kép. Tapéta van mindenhol körbe. És mit csinálsz ott? Itt van egy ilyen íróasztalos szék. Annyi a különbség, mert az íróasztal más. Itt van a kávéfőző, a mikro ide lett rakva a tévé alá. Ugye a másiknál ott volt ilyen kisebb helyiség. És ne kutass ott, nyuszi. Egy ilyen fotel. De amúgy hasonló az óra, az ébresztő óra ugye, a lámpák. Az ablakunk az nagyobb, a kilátás az talán egy kicsit jobb, ott lehet látni a hegyeket, az autópályát ugye ugyanúgy, meg az úszómedencét, hogyha ott a mesztelen valaki úszik, akkor azt pont látjuk. Már most egy kisgyerek van lent az anyukájával. Aztán látjuk a másik tornyot, ugye mit van mellettünk, ez ugyanaz a szálloda, csak kettő van belőle, ott egy ilyen kis helyiség, ahol lehet sétálni, ilyen köves, vizes, valami kertrész gondolom, nem tudom. Na minden, ma megnézzük, amúgy a 8. vagyunk. Nuszi, te mit csinálsz, pöröksz körbe? Úgyhogy most nem más, amit lemenjük a csomagokért, ugye felhozzuk őket a nagy csomagokat, aztán nem tudom mit csinálunk, lehet, hogy iszünk egyet, vagy lehet, hogy nem, és megyünk tovább, van egy ilyen bevásárló, ahova el akarunk menni, vagyis el akarok én menni. Ilyen szép, fényes, főleg este szép, hogy ki van világítva, úgyhogy oda bemegyünk valószínű, bár még mindig van időnk, mert csak 4 óra van, tehát hogy este akarjuk megnézni, hogy 8-kor kezd sötét tenni, de biztos jelöbb. Úgyhogy kettő van egymás mellett, van egy zárt, meg egy nyitott, és a nyitott úgy szép nappal is, de este szerintem szebb, mert szép, fényes. Ott van egy rettentő nagy könyves volt, amit a Lukasz meg akar majd nézni, oda bemegyünk, és körbenézzünk. Na, Lukasz, hogyha gyere, hozzuk a csomagokat. Davis, te addig csücsülj le oda. Mindegy, hogy hol van a számítógépet, hát lemegyünk felhozni a csomagokat. Ott van benne a táskámban. Ott lesz a fejhallgatód. Oké, na, arra putatolom a számítógépemet. Az internet ebben a szállodában rettentő lassú. Képzeld el. Így akar menni, a YouTube lehet, hogy nem is fog rajta működni. Másik szállodára elég jó volt neked, én nem is mentél az internetre, honnan tudod, hogy dolgozott neked? Ja, te meg köröksz körbe a pörgőszékkel. Na, úgyhogy megyek a csomagokért a Lukasszal. Na, elindultunk. Összeszedtük magunkat, és elmegyünk ide a közeli bevásárlóba. Ugyanis megy nyomni a liftet, mindig ő nyomja a gombot. Itt jön a másik is. Megnyomjuk az egyeset. És ott vannak a Burbanki hegyek a távolba. Ott a bejárat a tal. Most valamelyik, azt nem jelentjük a kilátást, mert felmegyik a legmagasabb 18. emeletre, kinézünk onnét is. Yes. Na, hoztam a szöveget, hogy a videósok tudjak videózni ott bent. Menjünk. Ahogy kiemlékszik erre a helyre, amikor itt voltunk az öcsémmel 2015-ben, ugyanebben a hotelben szálltunk meg, a reggelit találtunk meg a Mustanggal ugye aznap, mert akkor se tudtunk ugye bejelentkezni, csak 3 órakor lehetett. De eljöttünk megnézni a hotelt kívülről, és ebbe a parkolóba álltunk. Majd körbenézzünk, hogy ne valaki. Egy autó szép lassan, hogyha átmegyünk. Ha gondoljátok ki, de a videó leírjátok meg, hogy ki emlékszik rá, mikor itt voltunk az öcsémbe. Mi Lukasz? A videóból megismerted ezt a szállodát, ezt a hotelt, mikor az Attilával van. Nem ismerted? Mind a videót. Most nem ismerted meg? Nem. Nem? Két epizódban. Hát meg ez ugyanaz. Oda nézz milyen autó. De azt a Chevrolettet elfogadnám. Na mindegy.
hogy hoztam magammal a videószemeget, hogy tudjak videózni, mert nem hoztam a táskát, tehát nem tudom ráakasztani át a táskára a kamerát. És hogyha fel kell vennem a Davis, ugye, akit valószínűleg fel kell vennem, mert mindig elfárad, legalább a szemeggel tudok videózni. Miközt nem tudom, hogy jó, hova fut ennyire. Nem mondja, ez milyen Toyota. Ez nem is olyan nagy a többihez képest. Mi autónk, meg ilyen kis picike, tudom olyan mondom, ahhoz a nagy-nagy Fordokhoz, meg Dodge-okhoz, meg Chevrolet-ekhez, ha nyitom. Rányomunk kétszer, Davis megvárik és beültetjük. Még mindig tele van szeméttel az autó. Itt van a fősünk, van itt víz. Vettünk. Meg van minden. Itt a fősőt, kivesztik ezt a játékot, amit kapott a Burger King-be. És addig ide lerakjuk a kamerát, aztán a szemeggel, meg a szemeggel folytatjuk tovább majd ott. Előveszem a kártyát, és ezzel kell kimenni, meg bejönni a hotelkártyánkkal. Ezzel nyílik az ajtó, minden ajtó. Általában $16.50-be kerül naponta a parkolás. Hogyha jól hallottam. Úgyhogy nem ingyenes ebbe a szállodába, másikban ingyenes volt. Azért nem is tudom, ide rakjuk, hogy odaadjuk a feleségemnek. Can you hold that for me, please? Thank you. Na, induljunk! Itt pedig elmegyünk jobbra. Jön valaki, úgyhogy a piroson nem megyünk át. Amíg el nem ment az autó, és mehetünk a piroson. No, we're not going in your hotel. We're going to a shopping. We're coming back to this hotel. Going to a new hotel? No, after we go shops, we're coming back to this one. Így néznek ki az lakások, látod? Érdekesek. Olyan érdekesen meg vannak építve. Dizájnosak, nekem tetszik. Nézd, ott az amerikai zászló zárkény. Na, innen körülbelül ilyen 15-20 perc, mire odaérünk, ami itt fent jóval melegebb van, mint ott lent. Olyan száraz, ugye eddig is száraz volt, de jóval melegebb van. Nem fúj a szél, ott lent azért fújdogált a szél, itt a hegyek miatt gondolom megfogja, be van szorulva a levegő, vagy nem tudom. De sokkal melegebbnek tűnik. Na, gondoltam, veszek egy kis utat, ott a rendőr baloldalt. Ezek az amerikai rendőrautók. Érdekesek. Csak a filmekben szoktunk olyat látni. És itt van igaziból is, nekem érdekes. Aki itt lakik, aznak biztos, hogy nem érdekes. De nekem az. Majd az egyik utcát balra be kell menni. Még nem mostanában, még egy pár perc valószínű. Amúgy, hogyha lehetne választanom, ide költöznék ide Burbankbe. Nem pont erre a részre, mert ennek van egy jobb része is, tudod, a bal feloldalra. Itt az alsó része, le ott jobb oldalt, az ilyen nem annyira szép, de ez a felső része, ez nekem jobban tetszik. És hol megyünk el? Itt vagy ott? Nem ezen, még a másikon? Ott van. Gyorsan elmegyünk és megtankolunk, úgyis kezdek kifogyni a benzinből. Itt a benzinkút ott bal oldalt. Úgyhogy megpróbálok befordulni, amikor az autók elmentek, és puf, pirossat kapok, de megpróbálok előttük bemenni. Gyorsan! És itt is gyorsan mindenen át. Hogy előbb be kell itt menni fizetni, és csak utána tudsz tankolni. Csak gyorsan bemegyünk, kifizetjük a $20. Okay. Én kell a borosan. Hát ha leveszed a helyedre a pumpát, benyomod, hogy mit akarsz tankolni, 89-esre. És kifizettük a $25, mert annyira rakunk bele. Azt hagyjunk tovább. All good? Oh. $25 teszünk bele, hogy hány galonnal lesz szokkal, mert nincsen. Okay. Háromnegyedik vagyunk, negyedik voltunk. Úgyhogy most mehetünk. Érdekes, nem kell előre fizetni a benzinkúton.
és utána tankolni, nálunk először tankolsz, aztán fizetsz. De itt ugye másképp működik. Na, innen pedig balra kellene, hogy menjünk. Daddy! Yeah. Oh, really? Okay, I'm gonna have to turn around. Aye, aye. Nem jön senki. Akkor itt nagy gázzal, nagy kanyarodással visszafordulunk. Oh, nothing, we just turned around. That's the way we need to go. Megérkeztünk. Itt a parkoló. Lesz itt hely, de reméljük, hogy lesz hely. Ugye bemegyünk, nem? Következőn bemegyünk. Ott sem. Követjük a többi autó, azok biztos tudják, hogy hova kell menni, ugyanis én nem tudom, hogy fontosan hol. Tudom, hogy itt mindenhol be lehet menni. Na, itt mindenki megy, akkor bemegyünk itt mi is. Csak követjük őket. Hoppá! Azt hiszem, hogy valamire rámentünk, valószínűleg a patkár. Nem baj. Merre megyünk? Követjük ezt az autót. Aztán keresünk egy helyet, amit biztos, hogy nem fogunk találni. JCPenney. Na, hát érkeztünk, menjünk a Targetbe először oda, azon keresztül, aztán... Kettő emeletes a Target. Ja, nézzünk játékot is majd mindjárt. De... Ja... Három emletes a Target. És ebből ki lehet menni ebbe a bevásárlóba, ugyanis ez a bevásáron belül, nem a... Nem a főbejáraton jöttünk be, hanem a Target bejáraton. Azért egyébként a Targetbe érkeztünk. De nem sokára innét kimegyünk. Mert megtaláljuk a kijáratot. Viszve! Nézd, oda megy fel a trolli. A kosár oda felrakod, és felhúzza az a valami, tehát felmész a mozgó lépcsőn. Na, meglátjuk a Targetból a kijáratot, és nem a Targetból jöttünk, Targetot van láttunk. Ez a benti bevásárló, aztán van a kinti bevásárló, ugye Lukasz? Van az a kinti bevásárló, ugye, és kettő van egymás mellett. Ez a zárt, az a nyitott. Azt mondja, nyitottba megyünk mégis ki először, a szépen néz ki este, a szépek a fények, de meg fogunk fajni, ugyanis nem osztjuk el a fölsőnket. Aztán, hogy este visszajövünk ebbe. És legalább... Mi van itt? Ja, itt az a bolt, ahol be akarsz. A gyorsan menj ebbe. A bevásárló amúgy hasonló, mint mi nálunk. Kivéve, hogy itt teljesen másak a boltok. Ugye van nálunk is Target. I never had a toys, the toys might be on the other side. A boltok ugye teljesen másak itt, mint mi nálunk. És a Target az van, de teljesen más a Target is. Ami furcsa, hogy itt a bevásárlóban nincsen olyan bolt, ahol lehet venni ételt. De is nálunk van ugye, van a Woolworths, a Coles, ahol lehet venni kenyeret, felvágottat, mindent ugye. Minden rendes boltban, benne van nálunk a bevásárlóban, itt pedig egyikben sem láttam, hogy bent lett volna mindenhol, csak olyan boltok van, ahol ruhát lehet venni, vagy játékot. Vagy például ott ugye Perecet, ilyen gyors étterem van, de kimondottan olyan, ahol lehetne venni. Például mind a Spár, olyan nincsen. Egyáltalán nincsen. Legalábbis én nem láttam, aztán lehet, hogy csak én nem láttam. Már mióta akár állásra jöttünk, egyik helyen sem láttam, hogy lett volna valahol a bevásárlóba. Úgyhogy ups, én megpróbálunk most kimenni, aztán átadjuk a másikba. Na, ezt nem lehet kihagyni, ugye Lukasz? Játékot nem lehet kihagyni a Lego. Hol vagy? Mondom, a Lego játékot nem lehet kihagyni. Oda néz, ott egy nagy Star Wars. Jó, látom. 379 dollár, nem semmi. Igaziból dolgozik. Ja, igaziból dolgozik. Van a Sida Little One. Kijöttünk egyet az utcára sétálni. Ugyanis itt lesz az a másik bevásárló része, ahol akarunk menni. Gondoltam, hogy lefilmezem ezt a részt is, hogy hogy néz ki. Ez Glendale, nem van. Körben fel olyan túl messze. És sok ember van kint itt az utcán. Látod, ez nem úgy, mint mi nálunk. Már nagyon sok a járkálnak. Kivéve benne, hogy a központba, vagy a belvárosba. De
Itt elég sokan vannak, nézd, ott jön a rendőr. Nem erre jön, átment a túloldalra. Hogy hamburger! What? Van-e hamburger? No, van hamburger! Mi ez? That's a sandwich, van-e hamburger? Megérkeztünk, ahol jöttünk. Látod, én egyben már sárló? Ó, ja, ott a szökőkút, ott lövik a vizet. Aha, mindjárt megnézzük, jó? Mikor este szépen ki van világítva, napközben is szép. Csak este ilyen szép, ilyen világos. Emlékszel rá, Lukasz? Fogadjunk, hogy nem emlékszel erre a részre se. Ja, ott nagy ajtó, mi? Na mindegy, megyünk egy kört, megnézzük azt a szökőkutat, megnézzük azt a hatalmas nagy könyvesboltot, amiért jöttünk a Lukasznek. Úgy tapsolatunk 2-3-at. Ott lövik a filmet, várjál a filmet. Mamit elhagytuk, fáj a lába. Igaz? Still hurt? Comes on strong. Yeah, I think that's a good pick. Remember that a little? Yeah. Yeah. Let's look at the second pick. Yeah. Oh, that old car. Look at this. Nem megyünk neki senkinek. Huhu. Ügyes volt, ott lesz bent bal oldalt. Ja, nem mehetünk bele a vízbe, ez nem olyan víz, ez csak nézni lehet. Látod? Szép nagy kövek vannak, bele lehet szórni a pénzt, lehet kívánni valamit. Look, jön a víz. Oh, körbe ment a víz. Ha? Ja, sok pénzt, bele lehet szórni, lehet kívánni valamit. Nem ülünk, mi nem lesz szét, we're gonna go look at the books, okay? Oh, azok ott fönt lakások lehetnek. Mondom, le itt laknál, egész nap ezt hallgatnád, ha? Na, mehetünk. Mami kiült el magát. Nézd, ott egy papagáj, ott ül a bácsinak a lában. Na, merre megyünk, lehet itt venni a Nita, látod ebből az autóból, meg a jégkrémet. Ja, nézzük. Ott lesz a könyvesbolt, azt hiszem, ott pont szemben. Lukasz? Ja? Az a könyvesbolt ott szemben. Az. Hát csak megtaláltuk. Ez ott a Galaxy S9-es, meg a Plus-es. Sokan ide kiülnek. Mit látunk? Még szerencsére fülre lépni nem tilos, mi? Olyan mondom, hogy ha itt laknál, én nem tudom. Biztos, hogy jó lehet. Lehet, hogy egy idő múlva idegesítő lenne. Ki tudja, nem? Már lehet, hogy nem lehet rossz. Hoppá, mire léptünk bele? Bele a vízbe. Én a shopping center, hát az open shopping center. Eljöttünk ebbe a könyvesboltba. Ez az, amit akartál? Jó. Ó, gyönyörű, ott a villamos, vigyázz már jön. Innen gyorsan bemegyünk, egy hatalmas nagy könyvesbolt, ahol a Lukasz nem is tudom, amióta készült. Ugye? Na, itt benne leszünk egy darab, én azt hiszem. Na, menjünk még egy emeletet felfelé. Lehet ülni, lehet olvasni, lehet kávézni. Nem is tudom, 3 emeletes? Azt hiszem, azt mondta Lukasz. Ami ott a hátul vannak DVD-k is. Hoppá! Ugye? Mennyit megyünk még fel? Hova mászunk? Hm? Kuki, hova megyünk? A Toys Books. Ah, nézd, itt vannak játékok. Hát, hogy minden boltban, legalábbis ezekben laknak játékok. Lego játékok. Nézd is ne a Legót. Lego. Mindenhol Lego. Na mi van ebben? Mit találtunk? Semmit? Elfogytak a figurák. It's all gone. Köszönöm, hogy ott hagytuk, ha nézegesse a könyveket, még nézzünk Legót. Hozzá hotelba, szállodába visszaérkeztünk, úgyhogy most nem más csinálunk, mint pihenünk, ugyanis egy kicsit elfáradtunk a sok sétálásba. Vagy túl sokat van, nem sétáltunk, ugye, mint az elmúlt pár napban, de nem tudom, fárasztó nap volt. Davis, tévét néz, Lukasz, számítógépen, ugye nyuszi? Itt néz, valami. Mi ennek a neve, ennek a versének?
Nem figyel. Mi van ennek a mesének a neve? Minek? Ennek. Az amerikai. Jó van. Na mindegy, akkor nem tudjuk. Ugye ezt a mai videót én most befejezem, holnap nem másra fogunk elmenni, mint lemenni a tengerpartra, ahol nem fogunk ugye fürödni, meg úszni, mert nálunk is van ugye tengerpart, és lemegyünk a Santa Monica-ra, Venice Beach-re, ahol amiről készült a Grand Theft Auto, és ott fogunk egyet körbe sétálni, sok érdekes embert ott megnézni, ugyanis ott vannak ilyen, főleg a Venice Beach-en érdekes emberek, haldéktalanok, mindenféle fajta emberek, füvesek, drogosok, és érdekes nap lesz valószínű. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem. Mindenkinek további szép napot, napot szüregelt, jó estét szeretnék kívánni a topukat, hogy mikor néztek, azt szoktam mondani. Sziasztok!